Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Főtisztelendő paptestvéreim, kedves hívek! A II. Vatikáni Zsinat első teendője volt, hogy a Szent Miséről és az Isten tisztelet rendjéről nyilatkozott. És ott azt is olvassuk, hogy a predikációknak nem csak a felolvasott evangélium és a Szent Leszke a tárgya, hanem a Szent Misének az egész szövege és minden szertartása. Ezért most a Szent Lelket segítségül hívva elkezdünk egy hatalmas sorozatot, a Szent Mise magyarázatát. A régi misét magyarázom, hiszen abból keletkezett az új. Testvérek, szólnom kell a Szent Misére való előkészületről. Néha az előkészület a legfontosabb, mert a Szent Misét azt nem mi tesszük. Itt Krisztus cselekszik. És éppen az előkészület marad el. Maga az Úr Jézus akárhányszor beszél lakomáról, mennyegzőről, mert Isten az embereknek készít, mindig elő kiemeli az előkészületet, mint elkerülhetetlen, elmaradhatatlan feltételt. Gondoljunk csak arra, hogy aki mennyegzős ruha nélkül bemegy a mennyegzőre, azt a külső sötétségbe dobják. Tehát valami hallatlan, megdöbbentő büntetés. Tulajdonképpen az ilyen ő magát utalta sötétségre, az ünnep nélküli értelmetlen létezésre azzal, hogy lenéztesz az lakomát, ugyanolyan evésnek, ivásnak vagy, valami vallásos gyülekezetnek tekintette csak. Testvérek, Szent Pál apostol is figyelmeztet, hogy aki úgy eszi és issza ennek a szent lakomának kenyerét és borát, hogy nem különbözteti meg az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és issza. Mindkét esetben, ugye az Úr Jézus szavait visszhangozza Pál, nagyon súlyos. A kárhozata felé megy. Itt kell megújulni az Anya Szent Egyháznak. Nekünk, papoknak és híveknek. Az, hogy mi lesz azokkal, akik nem hisznek még Krisztusban, nem tudjuk. Őket sajnáljuk, mert ez az életben sem tudják, hogy mi a lényeg. Egy tengődő élet. És az Úristen mindenki megkönyörül. Jézus mindenkiért meghalt. Mindent megtesz értük Isten, hogy üdvözüljenek, de mi lesz velünk, ha ezt a lakomát eláruljuk? Amikor testvérek előfordul, hogy Kanadában nem katolikus közösség állatoknak adott úrvacsorát. És azt hiszitek, hogy ettől messze vagyunk? Egy német püspök felszabadított egy plebánosát arra, mintha nagyon sok papja lenne, hogy megalapítsa a teológise zoológit. Mi ez? És a templom udvaron az állatokkal foglalkoznak. Testvérek, hihetetlen romlás van közöttünk. De azt mondja Szent Pál, kell is, hogy botrány legyen, hogy azok, akik az oltári szentséget semmibe veszik, akik a misét csak egy gyülekezeti alkalomnak tartják, vagy netán egy diszkóműsornak, ahova minél több fiatal kell becsábítani, ezzel lenézik a fiatalokat. Azt hiszik, hogy ők csak szórakozni tudnak, és nem keresik a létezés végső értelmét, és Isten sem. Testvérek, mi lesz velünk? Viszont éppen ebből látszik, most már világosan látjuk, hogy a Szent Mise az nem egy cselekedete az egyháznak, hanem itt van az egyház. Itt alakul. Itt leszünk egészen Krisztusé. Testvérek, természetesen ezek az előkészületek sohasem csak lelki előkészületet jelentenek, hanem testit is. Mert az ember annyira lélek, amennyiben test. Vigyázzunk, egy testellenesség az nem keresztény, csak annak látszik. A keresztény becsüli meg a testet,
Mert egyetlen egy hitben sincs, egyetlen vallásban sincs az, hogy várom a holtak föltámadását. Hogy a mi testünknek örök sorsa lesz. Mert az apostolok látták az Urat. Ma, amikor a testkultusz beteges méreteket ölt, hogyan lehetséges az, hogy lenézzük azt, ami a liturgiában, az Isten tiszteletben testi? Ha nem készülünk föl, testvérek, mennyire megmutatja a hitet az, hogy hogyan készülünk a misére? Minden esetre a lelki fölkészülést, vagyis hogy halálos, súlyos bűnállapotában ne legyek, mert így nem vehetem Krisztus testét, meg kell gyónni. De a mindenkori előírások nem csak erre biztatnak, hanem egy testi fölkészülésre is, különösen a papra vonatkozik, de mindenkire. Előírások, rendelkezések irányítják a külső felkészülést, amely mindig felszólítás a belső, a lelki alakulásra. Testvérek, már rengeteg sekrestjéből hiányoznak az öltözködési imák. Én legalább egyet mindig elmondom. Ha majd felolvasom nektek, a következő alkalommal megdöbbentek, hogy micsoda, csoda ez. Hogy ott lehet megtanulni, mit jelent papnak lenni. De nehogy valaki azt gondolja, hogy ez megint olyan minden általános emberi alapot nélkülöző sajátosan keresztény mozzanat, amely idegen lenne a mindenkori emberiség gondolkodási cselekvés módjával. Én állandóan utalok arra, hogy a igazán keresztény, annak a gyökerei emberiek. Mert ugyanaz az Isten teremtette az embert, mint aki emberré lett Krisztus Jézusban, aki meghalt értünk és föltámadt, aki a kinyilatkoztatást adta. Tehát nagyon oda kell arra figyelni, hogy ami igazán emberi, az a keresztény alap, és ma nagyon sokszor nem a keresztény hittel van baj, hanem az emberi alappal. Például az előbb említett botrányos esetekben. Ezek a keresztények is hisznek, de az emberi alap már megtört. Összemossák az állat és az ember közötti különbséget. Ez nem keresztény kérdés. Ez egy józan emberi kérdés. Akármilyen szeretett kiskutya, kismacska, és köztem átjárhatatlan szakadék van. Nem tud magáról. Nem személy. Nem valaki. Nincs halhatatlan lelke. Nem felelős a cselekedeteiért. Nem szeret és nem szerethető úgy, mint egy valaki. Testvérek, látjátok, az alappal van baj. Ugyanakkor ez a józan alap, ez nem keresztény csupán. Nem kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy valaki belássa, hogy az ember az nem egy állatfajta, hanem közöttünk és köztük egy szakadék van. Az egy külön teremtés, amikor az ember fogantatik anyja méhében, ott Isten személyt teremt. Én valaki vagyok. És ezért utalok itt is az emberi alapra. Testvérek, egyetlen ősi, istenkereső vallásból sem hiányzik az előkészület. A pogány pap rituális fürdőt vesz, majd beöltözik papi ruháiba. A nép is készül az áldozat bemutatására, kimossa a ruháit. Nem egy szakadt öltönybe jön, vagy nem divat bemutatót tart egy nyári vasárnapon. Az botrányos, hogyan bevonulnak férfiak és nők. Egyetlen ilyen, nem tudom, ilyen divatos gatyába szőrös lábakkal, a másik pedig a kebleit mutogatja. Ez nem kereszténység. Ennek nem itt van a helye. Ez a Balaton partja esetleg. Ez nem előkészület. Ez szentségtörés. És amikor Budapesten egy plebános, abban a templomban, ahol miniszteriális emberek jelennek meg, többször mondta, hogy tessék vasárnap legalább ünnepi ruhába öltözni, megbotránkoztak, hogy őket ne oktassa ki a pap. Hát hogy megy el az operába? Hogy megy el az eskütéterre? És amikor a bíró fölveszi a bírói ruháját, és úgymond ítéletet, tehát itt egy emberi alap hiányzik.
És ez az emberi alap, ez mindenkori emberre jellemző. Mindez az Ószövetségben Isten által megszentelt, ő által a megkövetelt szokás volt. Ha most felolvasnám a Leviták könyve 8. 9. fejezetét, megdöbbennétek, hogy mit kellett egy főpapnak tennie, míg oda mehetett az oltárhoz, rituális fürdőt venni, már akkor például tartózkodni a nemi élettel a feleségével, nem mintha az bűn lenne, hanem az, hogy egyedül az Isten létezik számára. És hogyan öltöztették be? Ez nem valami rituális cirkusz, az a lényeg lesz kifejezve, hogy ő kicsoda. De itt még egy mélyebb emberi alapra is utalok. A nem vallásos összejövetelek és ünnepek is, ha valóban emberiek, egy ritus szerint zajlanak le mind a mai napig. Abban a családban, ahol sohasem terítik meg az asztalt, ahol egy virágot nem tesznek oda, ahol nem kocintanak az vacsora előtt soha, ahol nem köszöntik meg a névnapost, esetleg meggyújtanak egy gyertyát, és megvan annak a rendje, hogy kiül az asztalfőn, mondjuk a nagypapa, kivesz előbb a tálból, ott valami nagy baj van, ott széthullik a család. Mindezt áthágni, semmibe venni, nem csak azt jelenti, hogy a szentmisére való készülést elhagyom, hanem emberi mi voltomban sérülök. Ismétlem, az a család, amely nem postolta meg az ünnepi étkezést, hogy annak más íze van, hogy ott mi összejöttünk, hogy ott lenyeljük az étel ízében édesanyáknak a szeretetét, vagy a feleségednek azt a jóságát, hogy ő készítette neked. Testvérek, bocsánat a szóért, a zabálásból nem vezet út az oltárhoz. De az ilyen étkezésből ide vezet az út. És az oltártól a család asztalához. Ha soha nem lenne ünnepi étkezés, amelyre összejönnek ünnepi ruha, terítő, gyertya, virág, kocintás, ritus, egy karácsonyi ebéd, szétmegy a család. Testvérek, erre azt szokták mondani, nem őszinte az, aki mindent, aki ezeket nem veti le. A lényeg legyen. Mi a lényeg? Csak elmennek egy szakadt farmernadrágba, stb. Egy erdőbe is, ott esküsznek. Ez most miért őszintébb? Ez egy ünnep. Nem csak felelőtlen, hanem embertelen. Mert nem csak arról van szó, az ünnepi étkezésnél, hogy eszünk. És nem csak arról van szó, hogy a férfi és a nő egyesül a házasságba, hanem mindezeken átragyog a túlvilágról világosság, a szeretet, amely soha el nem múlik. Az ember rituális lény. Ha ezt lerontja, magát roncsolja, vagy pedig, amit látunk a sátánista ifjúsági csoportokból, mivel nem kóstolták meg egy ünnepi gyülekezetnek a forgatókönyvét, a rituáléját, amelyet nem lehet kitalálni, az csak örökölni lehet. Az mindig ősi. Lehet itt-ott alakítani, de kitalálni veszélyes. Mert akkor már a fantáziánk működik. Ez nemzedékeket köt össze. Mondom, hogy ritus nélküli ifjúság vad, romboló, erőszakos ritusokat talál ki. Ez ma így megy. Olyan öltözékekbe, amely már az erőszakot, vasak vannak rajtuk. Olyan ritusokat végeznek el, amely a halál civilizációjának a miséi, nem pedig az élet civilizációi. De van itt még egy súlyosabb kérdés. Vajon a pünkösdi első keresztény gyülekezet követette rítust? Könnyen mondják egyesek, hogy hát az első keresztények csak úgy összejöttek, leültek az asztalhoz, beszélgettek, aztán hát akkor előkerült talán az Ószövetség, hoztak kenyeret, bort,
megáldották, iszogattak, ettek, áldást mondtak, kész. Nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Mert az utolsó vacsorán az Úr Jézus egy nagyon kötött ritust követett. A zsidó húsvéti vacsorát. Majd erről még szólok. Az őskereszténységben minden meg volt csirájába az, ami később kifejlődött. Olyan imádságokat rögtönöztek az apostolok, amely már nem volt rögtönzés. Volt egy zsidós típusú kánon, amiben az átváltoztatás történt, és volt egy inkább, amely nem az Ószövetség alapján készült, de benne volt például a Sanctus. Ennek a töredékét halljuk a Jelenések könyvének az 4. vagy 5. fejezetében. A mozdulatok elő voltak írva. Bizonyos rangsor volt. Pétert nem lökhette senki el a helyéről. Ő volt az első? Vagy Pál? Vagy akit kézzelátéttel rendelt, Tiltusz vagy Timóteus? Testvérek, ez az állítás, hogy az őskeresztények ilyen kis családi összejöveteleket tartottak, ez az állítás tudománytalan és több sebből vérzik. Hogyan lehet azt állítani, hogy 2000 év egyházi gyakorlata és az első gyülekezetek vasárnapi úrvacsorája között törés van? Akkor az Úr Jézus nem volt Isten, és a Szent Lelket elfelejtette elküldeni. Hiszen ez a dobogó szíve az egyháznak. Az, amit a 3.-4. században látunk kifejlődve, az csirájában ott van Szent Pálnál. Aki azt mondja egyik levelébe, hogy rendelj kézrátétellel előjárókat, ezek a püspökök, az egyház községek élére. És vannak a presbiterek, ezek a felszentelt papok, és vannak a diákonusok, akik szolgálnak. Ez ott van az Új Szövetségben. Antiochiai Szent Ignácnál pedig, egy 200 évvel később, miről van szó? A püspök az Atya Isten képe. És aki neki nem engedelmeskedik, az megtörte az engedelmességet. Megdöbbentő. Abszolút monarchikus egyházmegyék vannak. Hát aki nem látja még a kezdet és e között a kontinuitást, a folyamatosságot, az nem tud gondolkodni. Tehát amit az isteni magvető Jézus elvetett, az a mag kelt ki. Az utolsó vacsora rituális zsidó vacsora volt, nem pedig közönséges étkezés. És ezt örökölte a keresztény egyház. Kenyértörésnek nevezte. Ez volt az első neve a misének. Ebben ezt a ritust, hogy megtörte a kenyeret, megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, ez visszhangzik benne. Milyen gordot fordított az Úr Jézus az előkészületre, olvassuk Lukács evangéliumába. Eljött a kovásztalan kenyér napja, amikor megszokták ölni a húsvéti báránt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezzel a megbízással. Menjetek, készítsétek elő a húsvéti vacsorát, hogy elfogyaszthassuk. Hol készítsük el, kérdezték. Menjetek a városba, felelte. Találkoztok ott egy vizes korsót vivő emberrel. Ez furcsa, mert a vizes kortot nők szokták hordani. Tehát valószínűleg egy eszténus zsidó férfi volt, akik között voltak celebszek, és ezeknek voltak termük Jeruzsálembe, és ezek már előbb ünnepelték a húsvétot, mint a hivatalos kalendárium. Így tudták megünnepelni, mert túl sokan jöttek Jeruzsálembe megünnepelni húsvétot. Tehát nem csak egy napon, hanem több napon keresztül. Menjetek utána abba a házba, ahova belép, és mondjátok a házigazdának, mester kérdezteti, hol az a terem, ahol tanítványaimmal elfogyaszthatom a húsvéti vacsorát. Ő mutatni fog nektek egy tágas, étkezésre berendezett termet, ott készítsétek el. Ők elmentek, és úgy találtak mindent, ahogy mondta. El is készítették a húsvéti vacsorát. És az Úr Jézus ebben a húsvéti vacsorában egy ritust követ, semmit nem szabad megváltoztatni. Már előre be kell tanítani, hogyha egy család ünnepli, hogy a kisgyerek kérdezze meg a nagypapát, aki végzi, a rangidős, hogy mit jelentenek ezek a dolgok. Ezt a gyereknek így be kell mondani. Akkor erre felelne a nagypapa, elmondja a húsvéti prédikációt, hogy atyáink fogságban voltak Egyiptomba, és hogyan szabadultak ki, stb. És hogy ezt ünnepeljük mi.
Itt János volt a legfiatalabb, valószínűleg neki kellett ezt mondani, hogy mit jelentenek ezek a szavak és ezek a cselekedetek. És az Úr Jézus nagyon megdöbbentette az apostolokat, mert két helyen megtörte a rítust. Ilyen nem tehet egy ember. De az emberfia ura a szombatnak is. Amikor kezébe vette, és nem azt mondta, ez a rabság kenyere, amelyet atyáink ette, hanem ez az én testem, mely értetek adatik. És az utolsó kehelyre azt mondta, az áldás kehelyére, ez a kehely az új szövetség kehelye. Kedves testvéreim, ezen rituális vacsora második, harmadik századi szentmisében ez a kenyértörés kifejlődik, mint egy csírából, de az fejlődik ki, amit az Úr Jézus átadott. Tehát, ami az évszázadok alatt kifejlődött keleten és nyugaton, az visszamegy erre az ősi rítusra. Nagyon jó lenne egyszer elmennétek görög-katolikus misére. Tessék elmenni, a pápával együtt vannak, és ott nekünk szabad áldozni. Ugyanaz a hitük, de más a rítus. És ha nagyon figyelsz, a mélységben ugyanaz a szerkezete. És ez bizonyít. Olyan, mint a rokon nyelve. Más a fölülete, de a mély szerkezete ugyanaz, és az visszamegy Nagy Konstantin császár idejébe, illetve előbbre. Testvérek, ne mondjunk ilyent, hogy az Úr Jézus nem volt beöltözve papírruhába. És a kereszten úgy mutatta be az első áldozatot, hogy mezítelen volt. Bocsánat. Ő volt, aki egyedül be volt öltözve, mert az Isten emberré lett. Az ő ruhája az emberi test. Pontosan ezzel mutatta meg, hogy mi van belül, hogy Isten emberré akart lenni. Ennek nagy története van. Nagyon fontos a beöltözés. A ruha az emberen. Ádám és Éva bűn után úgy tudták mezítelenek, és elbújtak, mert szégyelték magukat. Ennek semmi köze a szexuális élethez. Az Ószövetségben ez azt jelenti, hogy szegények vagyunk. Mert Jób ezt mondja. Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, tehát ennek semmi köze a szexualitáshoz. Vagyis tehetetlen voltam. És mezítelenül térek vissza az anyaföld méhébe. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott a Szent neve. Tehát amikor elkövették a bűnt az őszülők, akkor észrevették, hogy ők nem Isten. Fölnyílott a szemük, mert nem a saját szemükkel látták addig magukat, hanem az Isten szemével. Mint hogy az a kisgyerek nem a saját szemével nézi magát, hanem az apja is, az anyja szemével, és mivel ezek annyira szeretnek, és mindenki szeret, akkor én nagyon értékes vagyok. Ebben lubickol. Ha ezt nem kapja meg, akkor sérül és megőrül. Ez az emberiség őrültségének és hullafolytjainak, lelki gyöngességének minden bajának az oka, hogy elszakad Istentől, és most akkor én ki vagyok? Én Isten vagyok? Hát meghalok. Ki adta tudtodra, hogy mesztelen vagy? Azelőtt is az voltál. Vagyis teremtmény voltál, nem Isten. És Isten akkor bőrruhát készített nekik. Nagyon sokat mond, mert ez csak az első beöltöztetés, azt mondja Szent Pál, öltsétek magatokra Krisztust. Nagyon fontos. A keresztségben, akit alámerítenek az Atyafiú Szentlélek nevében, az hirtelen Isten életet kap. Az isteni természet részese lett. És ahogy följött a fürdőből, a keresztvízből, az alámerítés után rögtön ráadták a fehér ruhát. Miért? Az azt fejezi ki, ami bent van. És a papnak azért kell beöltöznie, mert ő belül pap. A ti szolgálatotokra, ahogy Szent Ágoston mondja, veletek együtt hívő vagyok, értetek pap. Hogy maga is és a hívő is lássa, hogy ő kapott egy olyan kegyelmet, egy olyan örök megjelölést,
amivel átváltoztathatja a kenyeret, feloldozhat téged, a szent kenetet kiszolgáltathatja, az egyházat vezetheti, ez a belső valóságnak kell megjelenni. Mint ahogyan mennyire benne van a keresztény, vagy egy keresztet visel a nyakában, vagy a szűzanya érmét. De mindenképpen bennünk van az, vagy gyűrűt húz az ujjára, hogy kifejezze azt, hogy ő házas ember. Ez nem lényegtelen. Ez előfordulhat, hogy egy gyűrűt levesz az ujjáról, akár a férfi, akár a nő, és azt mondja, ezután ez nekem semmit sem jele, és megtiporná. Semmit nem, többet is elmenne. És a másik fél esetleg egy-két hónap múlva gyomorvérzést kap, és bele is halhat. Ezt jelenti a szentség, a szimbólum. Nagyon vigyázzunk. Az ember néha csupa szellem. Hozzá se értek. Kibántotta. Tönkretette. Megölte. Nagyon-nagyon sokat jelent. És ezért az egyház sosem engedi, hogy az oltárhoz minisztránsok is csak a ruhába jöhetnek. Az nagyon lényeges. Ő most szolgálja a papot. És ez az a ruha, az a fehér ruha, amit megkap az áldó, a megkeresztelt, illetve az első áldozó is. De valamiképpen ez az az ünnepi ruha, amit fölveszünk, amit ott őrizünk a szekrénybe, akármikor nem, de a nagy ünnepeken. Mert készülünk. Nem mennyegzősi ruha nélkül jövünk el. Testvérek, kérjük tovább a Szent Lelket. Még nem fejeztem be. Hónapokig fog tartani. A sekrestjében zűlik le a papság és a hívek. Ott csendnek kell lenni. Nem duma, nem röhögés, nem a minisztránsokkal való viccelés, hanem áhítatos imádság. Majd elolvasom nektek, hogy hiányoznak már a sekrestjéből, latinul, de magyarul is megvan, azok az imádságok, amit a papnak el kell végeznie, hogy egyáltalán az oltárhoz léphessen. Felolvasom a görög rítusban is, hogy mik vannak, bele fogtok remegni. Micsoda mélységes bűnvallomás, milyen alázat, milyen könyörgés az Úrhoz. És ez folytatódik még egy kicsit a misében, a régi rítusban. Ti már énekeltétek az introitust, mert ti már felkészültetek azzal, hogy akik meg akartak, meggyóntak, a többi, ahogy bejött, szentelt vizet vett, emlékezett a keresztségére, már imádkoztatok. De ahogyan a nép énekel, a papság még készülődik. A pap bűnvallomást tesz a minisztránsoknak, a gyónoma mindenható Istennek. A minisztránsok mondják rá a feloldozás, imádságot. Akkor a pap meghallgatja a minisztránsokét, és ő oldozza föl. Micsoda könyörgés! És ahogyan a lépcsőre föllép, hogy fölmenjen az oltárhoz, vedd el tőlem, Uram, a bűneimet. És ahogy megcsókolja az oltár, hogy az itt jelenlevő szentek, akiknek a csontjai itt vannak, és minden szentek könyörgésére töröld el az én bűneimet. És így ír oda a misekönyvhez. Tehát érezzük, hogy azért itt megrendítő különbség van. Szóval nem az, hogy keresztet vetek és elkezdek poénkodni. Mert én most formálom a közösséget, én most mondok itt egy szöveget, esetleg mosolyogjanak, vagy belenevessenek a hívek, hogy jól érezzék magukat. Testvérek, ez szentségterés. Az egyház meg fog újulni. Az egyház mindig megújul. De csak itt. Se nem az egyház politikában, se nem külsődleges rendelkezésekkel, aztán még csak áltatosságokkal sem az nagyon kell, hanem a szentségek komolyba vételével, mert miről van szó? Föltámad Krisztus pár perc múlva. Itt lesz, de nem csak úgy, mint a félretett eukarisztiába, hanem a szentmisébe történik valami. Titokzatosan ott van az áldozat, nem tudjuk hogyan. Akik látták, azok nem táncoltak, nem gitároztak, hanem összeestek. A szeretettől, a megrendüléstől.
és ahogyan az Anya Szent Egyház fölébe hajlik ennek a szentséges misztériumnak, ahogyan leborul előtte, itt van az ereje. Innét született a vértanúk egyháza. Itt nevelődtek azok a hithirdetők, akik a középkori népeket megtérítették. Itt születtek a szüzek, a szent özvegyek, a szent házasok, akik gyermekeket neveltek, akik áldozatot tudtak hozni. Ez adott erőt Mindszenty bíborosnak a börtönbe. Egy Olofszon Placid atyának kint Szibériába, ki minden éjjel elmondta szent misét. És annyira kötelező a beöltözés, de ezt a keleti egyház komolyabban veszi, hogyha semmi ruhát nem tud fölvenni, papírruhát, akkor legalább egy sálat kell föltenni, mert az a stóla. A stóla nem hiányozhat. Az a papi hatalomnak a jele. De hát még stóla se volt a börtönbe, akkor egy madzagot tettek a nyakukba. És akkor nem voltak szentek erekjéi. Nem volt oltár. Akkor volt olyan pap, akit hanyat fektetve kinosztak. És akkor ő arra gondolt, hogy hát akkor én leszek az oltár. És a mellén misézett. Testvérek, amennyire megértjük, fölfogjuk ezt a szent áldozatot, ahogyan közelítünk hozzá, úgy újul meg Krisztus egyháza. Csak egy példa. A 13. században az egyház egy kis diákonusa, Assisi Szent Ferenc, kikaparta szó szerint a szemétből a szentséget. Mert úgy őrizték. Ez a kis diákonus röpiratokat írt, hogy hogyan őrizzék a szentséget, és megújult az egyház. Megújult a papság. Nincsen papi lelkiség. Ez a papi lelkiség. Beöltözni, készülni a misére, és hálát adni érte. És ez a keresztény híveknek, a második vatikáni zsinat szerint, és amit most mutatunk be, ez a második vatikáni zsinat miséje. Ott a bíborosok külön mind így miséztek. Ezt írja a zsinat, a szent mis az a forrás, ahonnét minden tevékenységünknek eredni kell. A házas életnek is, a munkánknak is, a szenvedésünk elfogadásának, az örömeinknek, és az a csúcspont, ahol egész életünk tart. Amen.